Sziasztok, itt vagyunk az őszi Playten, és Rájzával fogunk beszélgetni. Sziasztok! Mesélj nekünk egy kicsit, hogy kinek öltöztél, és hogy pont ezt a karaktert választottad. Jelenleg Arya Stark bőrébe bújtam, aki épp crossplay-el, és az egyik kedvenc karakterem így a sorozatból, meg a könyvekből, úgyhogy egyértelmű volt, hogy egyszer majd meg kell valósítsam. Mi fogott meg benne igazán? Amikor kisebb voltam, meg igazából valamilyen szinten a mai napig én is egy ilyen tomboy jellegű karakter voltam, két öcsi mellett mondjuk nem nehéz, és át tudtam érezni a helyzetét, és elég sok közös pontunk is van, tehát hogy hasonlóképp inkább a fiúsabb hobbik vonzották így kislányként, mint engem is. Az más kérdés, hogy most már varrok, ő meg nem, de ezek a közös pontok. Nagyon jó hangzik. Más trónok harcás karaktert is cosplayeztél már ezelőtt? Ezelőtt nem, ez volt az első, viszont neki már több ruháját is megcsináltam, és majd még később is terben van. Valamint egyszer megcsináltam az egyik sémlánt, vagy a szégyen nővért, mert nagyon vicces volt, amikor emberek odajöttek hozzám, és így kérték, hogy kísérjem őket, és mondjam mögöttük, hogy shame. Én nagyon élveztem. Gondoltatok arra, hogy esetleg ebből ilyen több személyes vonulást csináltok, hogy... Micsodát, bocsánat. Hát, hogy ilyen többen beöltöztök ugyanígy ennek a shame-nek, és akkor nem tudom, ilyen 5-6-an kísértek valakit, mint hogy ez tényleg a sorozatban történt. Tervben van, igazából már meg is van, hogy kik lesznek a shame-nanok, meg vannak papjaink is, és egyszer nagy álmunk, hogy az Andrássin végig vonulni a szörszinket kísérjük majd, és végig shame-eljük az Andrássi utat. Egyszer. Nagyon jó hangzik, erre mindenképpen kíváncsiak leszünk. Ha jól értesültem, te ugye tagja vagy egy ilyen Game of Thrones-os klubnak, erről mesélj nekünk kicsit. Igen, az egyik alapító tag voltam. Eredetileg a klub az úgy indult, hogy közösen leforgattunk egy videót, ami azóta sincs kész, de aztán úgy voltunk, hogy ha már így van trónokharcás jelmezünk, meg úgyis így egyre több klubban itthon, akkor miért ne csináljuk meg ezt a trónokharcás cosplay klubot, és így alakultunk meg. Szerintem idén 3 éve, így volt nyáron. És azóta eléggé megszaporodtunk, mert 5-ről indultunk, és most már bőven 10 fő felett vagyunk. Úgyhogy büszke vagyok erre a kis csapatra. Nagyon jó hangzik. Van egyébként valami kritériumotok a belépéshez, vagy gyakorlatilag bárkit fogadtok, aki lelkes cosplayes ebben a témában? Alapvető elvárás, hogy az ember már például 18 évét betöltse. Például most lett volna egy kis lelkes jelentkezőnk, de még kiskorúnak ítéltük, úgyhogy mondtuk, hogy majd pár év múlva. Hisz azért mégis így pultos munkáról van szó, meg különböző rendezvényekre azért komolyan oda kell tenni magunkat. És elvárás az is, hogy azért sorozathű legyen így a jelmez maga, úgyhogy például aki be akar hozzánk lépni, az ír egy levelet, és onnantól kezdve jelezte azt, hogy szeretne belépni, akkor 1 éve van arra, hogy elkészítse így az adott jelmezt, és közben kérhet tanácsokat, rakhat fel progresszeket, hogy megmutassa, hogy hol tart. És hát igen, és amikor letelik az 1 év, akkor eddig a legtöbben elkészültek. Van, aki közben visszalépett, de eddig egész jól megy ez a folyamat. Az előző playiteken te ugye mint zsűri is részt vettél. Mondj erről pár szót nekünk. Hú, zsűrizni igazából mindig nehezebb, mint versenyezni, mert ugye a versenyzésre is rámegy nagyon sok idő, meg erőt is kivesz az emberből, viszont a zsűrizés az azért jó pár órát, akár egy egész napot is elvesz az ember életéből, és nagyon, amikor nehezebb a mezőny, mert hogy nem csak az, hogy sokan vannak, hanem tényleg az, hogy olyanok is, hogy így most akkor kinek adjunk díjat, és akkor mindig megpróbálunk így besúvasztani, hogy egy kis zsíri külön díj, egy kis plusz díj ide-oda, mert egyszerűen nem lehet csak annyit kiosztani, mint máshol. És még így is jobb helyzetben vagyunk, mert ugye nagyon sok helyen kapnak egy első, második, harmadik helyzet, és aztán sziasztok, úgyhogy ilyen téren nagyon örülök, hogy itthon erre több lehetőség van, hogy több kategóriát kiosztani. Tudnál nekem mondani esetleg egy ilyen all-time best cosplayt, amire a mai napig azt mondod, hogy no, ez a csúcs. Hú. Akár úgy, hogy mikor zsűri voltál, akár csak mint versenyző. Most legutóbb így Koltai Csabinak a StarCraftos alkotása az így, az nekem így nagyon viszi így. A Prima sajnos most nincs itt, pedig megnéztem volna itt is élőben. De ő például egy nagy kedvenc, ugye Zsikla Geri itt van most a Thanosszával, akit nem én zsűriztem tegnap, de helyesen született meg az az ítélet, úgy érzem. Mert így először, amikor megláttam, így én is, bennem is az volt, hogy milyen szép szobor. Aztán megmozdul. Aztán rájöttem, hogy a Geri van benne.
és így ó, tehát az így az minden elismerésem. Hát mindenképpen elképesztő munkát végzett, ezt meg kell hagyni. Koltai Csaba pedig harmadik helyezést ért el abban a kategóriában, amiben ő indult. Úgyhogy megköszönjük neked az interjút, és a továbbiakban is jó szórakozást! Crazy.